Dr. Turzó Balázs, a Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatorvosa és a Szent Gellért Fórum járványügyi felelőse. A kérdésem egyszerű, miért maradt el a mai gyirmot elleni mérkőzés? Üdvözlök mindenkit, jó estét! Következő történt, a mai nap folyamán tudomásunkra jutott, illetve aztán a Gyirmót FC győr ügyvezetője és a technikai vezető is telefonon, illetve szóban megerősítette, hogy a tegnapi nap folyamán a Szegedre tartó buszuknál derült ki az, hogy két személy a csapatoknál COVID pozitív lett. Ugye a hétfői teszt volt az, amelyiket elvégeztek, és az pozitív lett. Ez tegnap Kecskemét magasságában tudták meg. A két személyt a buszról leszállították és izolálták. Azonban természetesen tekintve a Győr-Kecskemét távot, ugye, és mivel egy buszon utaztak, szoros kontaktnak számítanak. Innentől kezdve az adott mindenkor érvényes járványügyi protokoll lép életbe, ergo jelezniük kellett volna az ANTS felé is, illetve nyilván az MLS felé is, hogy az egész csapat az ugye kontakt személynek számít. Ez sem felénk, sem az MLS felé nem történt meg. A mai nap folyamán jutott ez ugye tudomásunkra, az előbb említett módon, és nyilván tekintettel arra, hogy a mi csapatunk és stábunk negatív eredményt produkált, illetve az MLS előírásainak megfelelően a sportzónákat kialakítottuk, a mi embereink egészségének a védelmében, illetve az itt dolgozók egészségügyi védelmében a csapatnak a buszát nem engedtem a stadion területére lépni. Ezt a döntésemet egyeztettük az NNK Csongrád megyei hivatalával, annak vezetőivel, és ők egyetértettek velünk ebben. Ez az oka, amiért a mai mérkőzés elmaradt.